szeretné már küldeni ezt az emléklapot. Köszönöm szépen, és a családnak köszönöm. November 18-án vette át a tolnai nagycsaládosok elnöke a megyei agrárkamara vezetőjétől az ajándéklisztről szóló adományozó levelet. A nem mindennapi gesztusra az évek óta futó Magyarok Kenyere programnak köszönhetően került sor. Búzát 12,2 tonnát gyűjtöttünk, amiből 4,8 tonna lisztet tudtunk most a mai napon szétosztani. Tulajdonképpen a nagycsaládos egyesületeknek juttatunk belőle, mivel 2018, mint valamennyien tudjuk, a családok éve és a vérellátó szolgálatnak. Kinek adhatok kedvet? Ezek pedig már keddi felvételek. A tolnai nagycsaládosok irodájában Baksainé Kenesei Éva elnök éppen kiosztja a tagjaiknak járó lisztes zsákokat. Három gyerkőcöm van, két lány és egy kisfiú. A kisfiú 2 éves múlt, a középső lány 3,5 éves múlt, és a nagylány pedig 5,5 éves múlt. Nagy valószínűséggel lángos és fánk biztos fog belőle készülni. Süteményekkel hogy állnak a gyerekek? A gyerekek azért elég édes szájúak szoktak lenni. Van-e kedvenc sütőjük? Kedve, minden, ami édes, tehát igazából kedvenc úgy nincsen. Amit anya szokott otthon csinálni, általában ilyen édes száraz kekszek. Ez nekem is kedvencem, és a gyerekek is nagyon szeretik. Nem csak a Hancsók családban kaposak az édes sütemények. A liszt jó helyre került Mácsikéknál is. Csokis tortát nagyon szeretjük. Aztán a pizzát is szeretjük, az nem süteményből, de tésztás, tehát azt is nagyon szeretjük. Vigyázz! Jó, neked nem, maximál nagyobb vagytok. A legnépesebb család címét ezúttal a Kovács család érdemelte ki. Erzsébet, az édesanyja igazi gyereksereggel érkezett a nagycsaládos irodába. Most csináltam almás sütit éppen az előbb, tehát én nagyon sokat, nekünk kell. Sok a gyerek. A tolnai nagycsaládosok összesen 800 kg-nyi lisztet osztattak szét a tagjai között a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően. 5 kilós kiszerelésben, mivel a mennyiséget, tehát 42 család vagyunk, nem tudtuk teljesen pontosan elosztani, így 3-5 kilós csomagot kap mindenki, és a megmaradtat pedig fölajánlottuk mi is a tolnán élő nem nagy családos rászorulóknak, és ebben segítségünk lesz majd a Családsegítőközpont, illetve a környezetünkben élőknek, akik tudjuk, hogy nagy örömet tudnánk szerezni nekik a liszttel, őnekik fogjuk odaadományozni mi is. Ennyi lisztet elhozni ide tolnára nem lehetett könnyű feladat. Hogy tudtátok megoldani? Nálunk nincs lehetetlen, csak tehetetlen, ezt szoktam mondani, tényleg így van. Ez is összefogással jött össze. Az egyesület fizette a benzinpénzt, és egy nagy családos tagtársunknak volt egy nagy dobozos autója, és abba elment két nagy családos apuka, meg tehát segítők fölpakolták a lisztet, tehát 42 családszor 17,5 kilót, ami nem kis mennyiség volt, utána elhozták tolnára, itt lepakoltuk az irodába, és meghirdettük a kiosztást, és így jutott el mindenkihez a liszt. Tehát ez is összefogással. De gondolom, hogy a mi erőnk ebben van, tehát az egyesület, illetve a nagy családosok erre, hogy egymást segítjük. Hello! Ezek a felvételek pedig már néhány száz méterrel arrébb, és mindössze néhány perccel később készültek. Itt most nem lisztet cipelnek a képeken szereplők, hanem jégkrémet. De a sorsuk ezeknek az élelmiszereknek is ugyanaz lett. Tagjai között osztották szét a jeges finomságot a nagycsaládosok. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Dunaszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesülettel, és akkor ilyen közel lejáratos dolgokból mi is kapunk, ha ők kapnak, mert most is azt hiszem, ha jól tudom, 2 kamionnyi jégkrém jött, és akkor ezt nem csak a régióba, hanem még más régióba is elosztják. Tehát itt ez nagyon profi és nagyon gyors szervezés igénye, ugyanis hát nem lehet hagyni, hogy a jégkrém kiolvadjon. Tehát ahogy megérkezik Szentgyörgyre a kamion, már tőlünk is van egy úgymond beépített emberünk, aki megy, és hála Isten segítséget kaptunk egy tolnai vállalkozótól, akinek a hűtőkamrájába be tudjuk addig tenni, amíg este ki tudjuk osztani, mert napközben dolgozik mindenki, tehát nem megoldható a kiosztása. Én azt mondhatom, hogy szinte minden hónapban van valamilyen megmozdulásunk. Szeptemberben Tatán voltunk 57-en az országos nagycsaládos találkozón. Most megkaptuk a lisztet, tehát azért is el kellett menni, az is egy úgymond alkalom volt az összejövetelre. Most a jégkrémosztás van, nem vagyok, tehát egyáltalán nem mondok hazugságot, szerintem valószínű, hogy még az idén fogunk kapni, mert tavaly is novemberben, vagy mikor kaptunk, mindenki nevetett, hogy most csináljak helyet a hűtőmben, aztán már készülünk a Mikulásra, és akkor itt az év vége, és kezdjük jövőre előről, és ez lesz már 22. évünk.